100 órányi videót töltenek fel a YouTube-ra minden egyes percben. Külföldön a videobloggolással, azaz a vlogolással akár dollármilliókat lehet keresni. Magyarországon Szirmai Gergely volt az egyik első vlogger. Mostanra már 180 ezer követője van. Azt mondja, ma már Magyarországon is meg lehet ebből élni. Török Réka összeállítása. Open Gangnam Style! A legnézettebb YouTube videók első helyét egyértelműen Psy Gangnam Style videója foglalja el. Ezt több mint 2 milliárdszor látták már. A világrangsorban Justin Bieber 1 milliárdos nézettsége következik, a harmadik helyen pedig Jennifer Lopez áll, közel 800 millió megtekintéssel. Magyarországon Majka belehalok száma tarolt, majdnem 25 milliószor pörgették végig a klippet. Psy 8 millió dollárt keresett csak ezzel a számával, ő egyértelműen a YouTube-on keresztül lett világsztár. A zenei videók mellett viszont egyre népszerűbbek az úgynevezett videobloggerek. A világon PewDiePie, egy svéd videójáték kritikus a legnépszerűbb, neki 27 millió követője van. Ez a műfaj már Magyarországon is egyre népszerűbb. Itthon jelenleg Szirmai Gergely vezeti a toplistát, akinek 180 ezer feliratkozója van. A teljes film értelmetlen. Annyi történik benne, hogy a vámpírok összejönnek, izgulnak, aztán mindenki boldogan hazamegy. Ez egy szakma. Itt nem kellett semmit összekapcsolni. A videoblogolás szerintem most már azért bőven van olyan szinten, hogy ha az ember tudatosan csinálja, akkor ez egy akár teljes állású munka is lehet. Én tudok is példát mondani arra, aki így kezeli. Nekem ez részmunkaidő, és pontosan azért, mert több lábon áll az életem. Hogyha te nem részmunkaidőben dolgoznál ebből, akkor ebből most meg tudnál élni? Meg. Olyan kompromisszumokat kéne hoznom, amikre ilyen pillanatban nem állok készen. Például több indirekt szponzor, meg stb. Ilyen beemelését kéne végrehajtanom, amit nem szeretnék, mert nem szeretném a közönségemet kitenni olyan reklámnak, ami mögött nem vagyok én ott is, ami nem tetszik nekem is. Na de hogyan lehet ebből megélni? Ugyanúgy, ahogyan egy televíziós műsornál, itt is reklámok jelennek meg az adott videók körül. Ezek után pedig jutalékot kap a szerző a Google-től. Ez úgy működik, hogy a Google alapvetőleg a saját felületén szervezi a hirdetőket, és kiosztja a hirdetéseket oda, ahova a hirdetők akarják. De engem senki nem keresett meg soha, azaz, hogy a reklámfelületért, hanem azt a Google intézi önmagától. Tehát, hogyha te, mint hirdető, felmész a Google-nek az egyik ilyen szervező oldalára, akkor megmondhatod, hogy én itt szeretnék, vagy ilyen tartalom előtt szeretnék reklámot, ilyen hosszúságig, ilyen mértékben. A nézettség egyébként önmagában nem hoz bevételt. Ehhez az kell, hogy legyen 60 ezer feliratkozód. Ezzel már 50 ezer forintot is lehet keresni havonta. Szirmai Gergely önmaga készít mindent. Egy-egy videójával 14-15 óra alatt készül el. Mire van szükség a leginkább ehhez a műfajhoz? Vastag bőre. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon sok utálatot kap az ember az internetről, meg nagyon sok csalódás éri az elején. Úgyhogy mindenképpen a kitartás az szükséges ahhoz, hogy az ember megtalálja a saját közönségét, mert ez nem adott. Nagyon túlterített az internetes média piac, tehát az embernek nagyon targetálnia kell magát ahhoz, hogy sikereket és közönséget érjen el, és még így se garantált semmi, hogyha nem elég kitartó. Habár Magyarországon még nem igazán elterjedt ez a műfaj, Gergely szerint nem is állunk rosszul. Azt mondja, nagyjából 2-3 évre vagyunk lemaradva Amerikától. Török Réka, Hír 24.